A Neszmélyi Vörösi Szaptározón egy több száz megawatt teljesítményű napelemparkot épít egy osztrák vállalkozó, amely nem csak a környező villamosenergia hálózatba táplálja az áramot, hanem zöld hidrogént is termel belőle. A tervek szerint megépül egy hidrogénüzem, valamint a zöld metángáz és hidrogén termelő létesítménye is. A területen ipari parkot létesítenek, mely kizárólag széndioxidmentes vállalatok letelepedésére van fenntartva. A helyszínen érdeklődtünk a beruházásról. We have a company also now here in Hungary. We opened this company. Lényegében ez egy osztrák fejlesztő, projektfejlesztő cég, aki megvásárolta a tározót itt Neszmélyen. Szeretnék véglegesen bezárni, rekultiválni a tározót, és utána egy naperőművet telepíteni rá, és ipari parkot természetesen. Hogy áll most maga a beruházás jelenleg? Magához a rekultivációhoz az engedélyekre várunk, az engedélyek beszerzése folyik jelenleg, a természetvédelmi engedély, hogy a tározót be tudjuk zárni, és elkezdődhessen az építése a projektnek. Mennyi napelem lesz itt, és milyen kapacitású, és mikorra valósulhat meg, hogyha minden engedély meg lesz? Tehát a projekt a 100 megawattos naperőmű a terv, egy 100 megawattos naperőmű projekt, és emellett vagy ezután egy hidrogéngyárat szeretnénk ide telepíteni, egy 50 megawattos hidrogéngyárat, és metángáz előállítás lenne a terv. Ezt az egész beruházást a cég önerőből finanszírozza, vagy van hozzá valamiféle támogatás is projekt? This will be all financed from az egész magánfinanszírozásból kerül megépítésre és telepítésre. Van egy befektető csoport, aki szintén a Holzner úrral együttműködve tervezik és építik majd ki a projektet, de az egész pályázati pénz nélkül saját finanszírozásból kerül majd megépítésre. Amennyiben kész lesz a napelempark, akkor a jövőben az ipari területnek mikor kezdődik el a közművesítése, milyen cégeket várnak ide, vagy hogyan tervezik az ezután lévő időszakot? Lényegében az ipari parkról ugye annyit kellene tudni, hogy a cél az lenne, hogy megújuló energiaforrásokat felhasználó, előállító cégek települjenek ide. Az egész egyfajta anti-blackout ipari park, zöld ipari parkként működne, és minden cég, minden vállalkozás, gyárak, akik ide települnének, azok abszolút zöld, megújuló energiaforrás, ból, vagy azt állítanának elő mindenképpen. Már megvan, hogy milyen gyárak ezek? Vannak különböző vállalkozások, cégek, gyárak, akik már tervezik ugye az ide települést, tehát ezek egyelőre megbeszélés alatt vannak, de tervünk szerint már rengeteg cég jelentkezett, hogy szeretnének ide települni és részt venni ebben a zöld ipari parkban. Hogyan tapasztalja a cég, mennyire vevő itt Magyarország, a térség, Neszmély egy ilyen jellegű beruházásra, mennyire segítik ezt? Maga az engedélyeztetési eljárás az, ami ugye a legtöbb időt veszi igénybe. Most már 3 éve dolgozik a cég ezen az engedélyeztetési eljáráson, és nagyon nehezen jutunk ugye egyről a kettőre. Egyrészt azért, mert nagyon összetett a projekt maga, ugye bezárása a tározónak, majd utána a rátelepítés, a naperőmű és a gyárak is, de maga a közösség, Neszmély abszolút 100%-osan támogatják a projektet, és mindenki szeretné, hogy ez itt megvalósuljon. Lényegében ez a tározó ugye még mindig nyílt állapotában van, a legtöbbet már a többi tározót bezárták. Ez nagyon fontos természetvédelmileg, környezetvédelmileg, hogy ezt a tározót bezárjuk. Ez egy olyan terület, amit mindenképpen meg kéne oldani a helyzetét, bezárni véglegesen, és abszolút egy pozitív dolog, hogy rá tudunk telepíteni egy naperőművet, és utána további fejlesztési területként tudjuk használni, tehát ez Neszmélynek is nagyon pozitív, és a térségnek is.
Itt mindazok mellett, hogy ezt a veszélyes tározót mindenképp rekultiválni kell. Magának a térségnek ez egy olyan projektje, egy olyan fejlesztési területe lenne, amivel a villamos energiaellátást, a metán, akár hidrogénellátással abszolút támogatni tudnánk a jelen villamos energia helyzetben a térséget. Dominik Hosner a projektbemutatón elmondta, a Green Industry Kft. Elnevezésű jövőorientált projekttel nem csak munkahelyeket teremtünk, hanem egyértelmű jelzést adunk, hogy az ökológia, a gazdaságosság és a környezetvédelem ötvözhető. Ebben az energiaválságban minden eddiginél fontosabb az energia önellátás, a lakosság ellátás biztonságának szavatolása és a jövőbeni határokon átnyúló energetikai megoldások kínálása.